Nyerges Gábor Ádám, az Apokrif főszerkesztője megkért minket, hogy készítsünk egy fantasztikus verkfilmet, amit meg tudunk majd mutatni nektek. Sziasztok! Április 30-a KED van, és az Idillium című vers performanszot látjátok. Mellette már Telepó Zsófia, a performance színésznője, és most feltesszük neki azt a nagyon nehéz kérdést, hogy Zsófi, mit üzensz a keddi önmagadnak? Tudtam, hogy valami borzasztó nehéz kérdést fogok kapni. Azt üzenem a keddi magamnak, hogy legyen egyszerű, tiszta és belülről jövő. És ne akarjon mesterkért lenni, mert nem ő a lényeg, hanem a szöveg. Ezt üzenem a keddi önmagam. Bicskával szerelnek, jóságos Isten! Nem tudom, mivel szerel, de azzal. Így készült az előadás és a hangszereink. Minden handmade, meg ilyen self-made. Ahogyan a költők versei is self-made-ek, ugye az előadás is self-made, mert magunkból építkezünk. Itt áll mellettem az Idillium egyik férfi főszereplője, Stoller Mátyás. Matyi, mit üzensz keddi önmagadnak? Azt üzenem a keddi önmagamnak, hogy egy szuper csillagharcos vagyok. Ez biztos? Ez egészen biztos. Rendben, köszönjük, Matyi. Bocsánat, még egy kérdés. Melyik a kedvenc ötös aládalod? Természetesen az összes ötös aládal a kedvencem. Állandóan ezeket dúdolom. Tulajdonképpen itt van a telefonomban most is az összes. Ezek közül a kicsi lelkem a kedvencem, mert olyan megható és szívhez szóló, és tulajdonképpen tudok vele azonosulni. Köszönjük szépen! Kicsi szentem amúgy a dal címe, de ezt ne áruljátok el neki szerintem. Elcsíptük Solymos Tamást, a másik férfi főszereplőt. Tamás, mit üzensz keddi önmagadnak? Keddi önmagamnak? Őrületet, elmélyülést, mélységet és magasságot. Melyik a kedvenc ötös alászámod? Tisza. Azt nem tudom, hogy mi a címe. Mi a címe annak? Tisza Parti Fák. Tisza Parti Fák. A fák, igen, igen. Kérdezünk még valamit Tamástól? Mit kérdezünk még Tamástól? Van-e kedvenc versed a jelenlegi összeállításban? I feel the sun it shines. Már egy hete csak a tekkelre gondolok, mindig megállva. Őrületes, félelmetes vers. Matyi, mit csinálsz most? Készülök az előadásra. Látom, éppen a szöveget tanulod. Igen, jelenleg a szöveget tanulom. Jelenleg próbálom felvázolni, hogy mi fog történni az előadáson. Egy speciális program segítségével nem mutathatom meg épp ezért, mert értem. Speciális. És próbálom felvázolni, hogy hogyan nézzen ki az egész előadás, mit mondjak, hol üljek, stb. Tehát ez egy nagyon összetett dolog. Nem játszom. Szeretném. A felelősség teljes színész. Nagyon szeretném cáfolni, hogy játszanék egy golfos játékkal. Szeretném ezt cáfolni. Igen, én is láttam, Matyi nem golfos játékkal játszott, és ő a megtestesítője a felelősség teljes színésznek. Érkezik az ötös alá zenekar énekese és basszusgitárosa Tamás és János, és, vagy Jani. Tehát, fiúk, mit üzentek a keddi önmagatoknak? Ki kezdi? Atomi. Én kezdem. Hát én üzenem magamnak, hogy ne izguljak előadás előtt. Nem is, egyébként marha jó lesz. Hát, hogy majd ott találkozunk. Köszönjük a fiúknak, és még azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy így a világsiker küszöbén melyik a kedvenc dalotok saját magatoktól? Amit méltán el fogtok játszani nekünk ma este? 30-a este ma. Fogós kérdés. János, mit gondolsz, mi lesz a kedvenc számunk, amit el fogunk játszani? Amit el fogunk játszani, nem tudom. Olyat tudok, amit nem fogunk eljátszani, de a kedvencem.
a csak a hús például, de ez nem hiszem, hogy lesz. Nem, viszont ami valószínűleg lesz és szeretjük, az a vihar lesz. És miután zárt térben vagyunk, ezek után nem is fogunk elázni, mint ami már megtörtént velünk, úgyhogy csak jó lehet. Mi az ultimate kérdés? Ja igen, Dávid, mit üzensz a keddi önmagadnak? A keddi önmagamnak? Hát, hogy most nagyon kibaszott magával az előbb a kisboltba, mert az utolsó pénzét cigarettára költötte el, és nem lesz pénze kajára, szóval kedden, hogyha éhen haltam, akkor most mondjuk elmennék a temetésemre, de mivel halott leszek, ezért biztos, hogy nem leszek ott. Szóval azt üzenem neki, hogy nyugodjon békében. Köszönjük! Az ötös alázenekar negyedik tagját is sikerült elcsípnünk, itt van mellettem. Az első. Jakab, milyen első? Nem. Ja, az első tagját, Jakab. Szóval Jakab, miért ilyen drága a sör? Nem is drága. És merre van a budi? Arra tolsz egy jobbost, és akkor ott a folyosó végén. Jó. Mit üzensz a keddi önmagadnak? A keddi önmagamnak? El kell küldöm meg hívókat az ismerőseimnek addig, és utána el kell kezdenem írnom most már a szakdolgozatomat végre. Hát nagyon sok sikert kívánunk ehhez Jakabnak, és még egy kérdés, hogy melyik a kedvenc ötös alászámod? Az, amelyiket én írtam. Melyiket írtad? Csak mindegyiket. Az összeset ő írta. Közösen. Igen. Tehát nincs kedvenced? Nincsen. És mindegyiket el is játszátok? Igen. Ja, ne, hogy te is. Nem is tudtam, hogy játszunk. Elvileg 4:45 és 3:49 között az ötös alá zenekar játszik Jakabbal. Hűha! Hű! Akkor gyakorlok otthon. Jó! Lájkoljatok minket a Facebookon, a Mambo macskákat, az ötös alát, az apokrifot, meg nézzétek meg a versperformance.hu-t, mert igen jó. Nézzük meg még egyszer! Nézzük, persze! Don't you forget about me.